A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent Rádióamatőr füzetei című sorozat, működése képekben első lapszámából származnak. 7. fejezet nagy frekvencia. Külön fejezetet érdemelnek a nagy frekvenciás működéssel kapcsolatos problémák. Ezen a területen, különösen az utóbbi időben ment végbe nagy fejlődés. Láttuk az előzőekben, hogy az emitter pozitív feszültség hatására lyukakat küld, emittál a bázisba. A lyukak a bázisban a kollektor felé haladnak, miközben diffúziós mozgást végeznek. Az emittertől a kollektorig történő haladáshoz idő szükséges, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a diffúzió viszonylag lassú. Azt az időt, amely alatt átlagosan egy lyuk az emittertől a kollektorig ér, futási időnek nevezzük és másodpercben mérjük. Adjunk az emitterre váltófeszültséget, mégpedig színuszrezgés alakút. Egy teljes hullám ideje a rezgés periódus ideje. A tranzisztor működésében akkor állnak elő zavarok, ha a rezgés frekvenciája igen nagy, más szóval a periódus idő igen kicsi, és összemérhető vagy közel egyenlő a lyukak futási idejével. Ilyenkor az történik, hogy a lyuk még el sem ért a kollektorig, de az emitter feszültség polaritása már megváltozott, vagyis a rezgés negatív felperiódusba ment át. Ilyenkor az történik, hogy a lyuk még el sem ért a kollektorig, de az emitter feszültség polaritása már megváltozott, vagyis a rezgés negatív félperiódusba ment át. A még útban lévő lyukat ilyenkor a negatív feszültség visszafogja, hátráltatja, nem engedi simán a kollektorba. Kis frekvencián, például 10 kHz ilyen hatás még nincs, hiszen a periódusidő nagy, a lyuk kényelmesen célba ér a kollektoráram ilyenkor alig, csak néhány százalékkal kisebb az emitter áramnál. 100 kHz-en már kisebb a periódusidő, ezért a lyuk már fékeződik útja végén, kevesebb lyuk ér el a kollektorba, ezért valamivel csökken a kollektorváltóáram. 1 MHz-en a fékező hatás már igen erős, még kevesebb lyuk ér célba, a kollektoráram tehát erősen lecsökken. Ha a kollektor váltóáram csökken, csökken az áramerősítési tényező is. Az áramerősítési tényező tehát a frekvencia függvénye. Azt a frekvencia értéket, amelyeknél az alfa áramerősítési tényező a kis frekvenciánál adott érték 07-ed részére csökken, a földelt bázisú levágási frekvenciának f-szer alfának nevezzük. Ezen F-alfa levágási frekvencia feletti frekvencia esetén az áramerősítés annyira lecsökken, hogy a tranzisztorokat itt működtetni már ha lehet is, nem gazdaságos. F-szer alfa tehát a működési határ. Először csak olyan nagyfrekvenciás tranzisztorokat tudtak készíteni, amelyeknek levágási frekvenciája néhány megahertz, maximálisan 10 MHz volt. A tudósok fáradhatatlan munkájának eredményeképpen a levágási frekvencia értékét sikerült felvinni közel 1000 MHz-ig, sőt, kísérletek folynak még nagyobb frekvencián működő tranzisztorok előállítására is. A nagy frekvenciás áramerősítési tényező növelésének egyik módja az volt, hogy lecsökkentették a lyukak futási idejét a bázisban ezt azáltal érték el, hogy a szokásosnál jóval vékonyabb bázisréteget készítettek. A vékonyabb bázisrétegen a lyukak rövidebb idő alatt futnak át. Korlátozza a nagy frekvenciás erősítést a bázis kollektor átmeneti kapacitás is, amelyel a dióda fejezetben ismerkedtünk meg. Az átmeneti kapacitás csökkentése legegyszerűbben úgy valósítható meg, hogy kisebb felületű tranzisztorokat készítünk. Látható, hogy mindkét módszer, amelyel a nagyfrekvenciás erősítést növelni tudjuk, tulajdonképpen a tranzisztor lekicsinyítését miniatűrizálását tételezi fel. A diszipációs teljesítmény viszont a méretek megnövelését követeli, ebből világossá válik, hogy a nagy teljesítményű, nagyfrekvenciás tranzisztor készítésének komoly nehézségei vannak. Ennek megoldása a jövő feladataihoz tartozik. Most pedig búcsúzunk az előadótól, professzor X-től és munkatársaitól, az elektron kollégától és a többiektől, mind a viszontlátás reményében. Reméljük, tetszett ez a videó. És ha még szeretnél tanulni, nézd meg az elektromos áram című hobbi elektronika sorozatunkhoz tartozó videónkat is. És hogy le ne maradj a következő részről, iratkozz fel a csatornára.